kertében. Három állnak érdékében, répa, apró bogyoró, a méz majd forma pulzoló. Szöreg erdő kötetében, három állat játszik szépen, szeretik egymást túlodon, a három féle tapancsa. Nyomi vagyok, citerálkom, de zenélekben is fávok, még itt fól a citera. Az erdő légkormásza, lombkoronák artistája. Ugrom, hoppá! Szipi-böpi, sasi-simi, hűvárna a háza neki, hogyha jön az ellenfél, elborul és mit veszi. Jaj, papi! Öreg erdő közepében el, három állat él békében. Répa, mogyoró, ó, a méz majd forma jó. Öreg erdő közepében el, három állat játszik éppen. Szeretik egymástó nagyon, a három kalapacska. Akkor most fogodzunk! Jó, hely, jó, fogodzunk! Jó! Mi befogodzkodunk? Jaj! Nálad még a föld is művelzett! Mi van? Azt mondtátok, fogodzkodni fogunk! Jaj! Nem fogodzkodni, hanem fogodzni, vagyis fogocskázni! Jó, értem! Akkor én leszek a hunyó! Jaj! A fogóban nincsen hunyó! Nincsen hunyó! Mi? Mi van a fogóban? Ház! Ház? Milyen ház? Falmaház, vagy faház, vagy téglaház, teljesen mindegy! Teljesen mindegy! Vágod, Ösipó? Azért nem mindegy, mert a szalmaház az például pihe-puha, jól bele lehet túrni magunkat. A faház, az meg ugyanaz. Figyelj, a fogóban bármi lehet ház. Például az a szikla. Ó, az a szikla? Igen. De hát oda nem lehet bebújni. Sem ablaka, sem ajtaja. De ha megérinted és fogod, akkor védelem alatt állsz. Nem foghatom meg, mert az a ház. A szem! Nem értem. Olyan sötét vagy, mint a bakony belső zsebe. Na jó, lopatlak ki, Ádám, figyú, hagyjuk sínsetni. Nem érti. Szerintem inkább bújócskázunk. Wow, szuper, bújócskázunk, juhé! Na és ki lesz a hunyó? Na kiszámolom, fiú, álljatok ide! Ja. Én kezdtem a kiszámolót. Nos, egyszem, peccem, pompó, dáré, őszi, dió, kanci, cáré, cér, nára, címe, gére, heski, madár, az egére, állé, 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 puk! Puk! Miért puk, puk? A kiszámoló végén egy puk van! Nem, kettő! Nem, egy puk van a kiszámoló! Egy puk van a kiszámoló! Gyereke, ugye, hogy csak egy puk van a kiszámoló végén? Kettő, hangos! Kettő, 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 kiestél! Honnan estem ki? A sünnök nem szoktak kiesni. Az apró madárfiókák szoktak kiesni a fészkükből. A sünnök bátran. És ha veszélyt éreznek, összegömbölyödnek és elborulnak. Mi? Mi
van? Kiestél, mi maradtunk benn a házban, vagyis a kiszámolóban már teljesen összezavarodtam. Szóval mi maradtunk benn a kiszámolóban, aki lejut a fuk legközelebb, az esik ki másodszor, aki pedig bemarad, az lesz a hunyó! Az lesz a hunyó! Hol? Benn a házban? Na jó, elég, Saci sünivel soha többet nem játszunk semmit, én sem, sem bújócskák, sem fogócskák. Saci sünivel csak egyet lehet, almával labdázni, de az is mindig fennakad rajta, úgyhogy inkább az sem. Saci sünivel soha többet nem játszunk semmit, kivéve a holnapi futballmérkőzést, amit a malacok ellen játszunk. Na jó, gyere lapát, Laki, mi jó? Keressük meg! Kicsodát! Az emós csigát! Jó, fogózzunk vele! Oké! Jó, gyere! Fiú, jó, jó, menjetek csak! Fogózzatok csak! Csiga Csabi van neki! Úgyis mindig kéznél van a háza! Én meg addig készülök a holnapi nagy foszis összecsapásra! Jó napot, Károgyi bácsi! Nem baj, hamarosan végre a vakációra, aztán szépen visszamentek az iskolába, Uhu bácsihoz. Aha! Máj, nem aha, hanem Uhu. Ő a osztályfőnök, na majd meg tudod kicsisülni, hogyha első osztályos leszel, na ott majd megtanul számolni, írni, olvasni, fogócskázni, bujócskázni, és akkor majd veled is lehet játszani. Igen, de amíg ovis vagy, addig kapod az évet, öcsém! Na, figyeljetek, iskolások! És süni! Innen a fáról elég jó a kilátás. Közeledik Farkas Ferdinánd. Ki az a Farkas Ferdinánd? Hát, Farkas Ferdinánd. Noj, a Farkas! Ha nem akarjátok, hogy ő is beálljon közétek játszani, menjetek a kis patak mögé a tisztásra. Közel van a vadászháza, ezért ott nem órálkodhat. Majd, majd, én már itt sem vagyok, már húzom is a nyolc cipőt. Hú-hú! Várjál, várjál, én is húzom bele! Húzom egy cipőt! Jaj! Jobba, te is velünk tartasz, gyere na! Fűtyülős, igen, kocorgós, tépet írhát teringetté, kruncsul, brencsel, recsecseru, csúcsul, de éhes vagyok. Kár, hogy nem jöttél hamarabb, mert Lapát Laki, Csaci Südi és Miki Laci Mókus itt jártak az imént. Ha előbb jössz, nem maradtál volna éhen. De így aztán, most rághatod a körmödet éhedben és bánatodban. Kár, kárognod, Károgyi Károly! Jaj, ahelyett, hogy segítenél, mert mindjárt éhen pusztul szegény öreg farkas barátod. Vagy talán te nem félsz Farkas Ferdinándtól, aki az erdő legveszedelmesebb állata? Hát ugyan már, miért félnék? Mert tőlem mindenki fél, és mindenki reszket. Hát, pedig én nem félek tőled, és nem félnek a gyerekek se. De igenis félnek, mert én erősebb vagyok mindenkinél, náladnál is, az erdő összes lakójánál. Sőt, ha az összes gyerek járna velem birkózni, legyőzném egyszerre mindannyiukat!
Én aztán akkor sem félek tőled, és a gyerekek sem félnek tőled. Mi az? Ti tényleg nem féltek tőle? De! De! Hát mi az? Ti nem szerettek engem? Játszunk egy játékot, mondjuk emelje fel a kezét az, aki inkben, bluesban vagy pulóverben van. Igen, bátran, bátran. Nagyon jó, letehetitek a kezeteket. Egy pillanat. Látok le, Milka, látok le róla. Nézzük csak, figyelem, ti nem kaptok csokit. Na, szerettek már? Hát akkor játszunk egy egész más játékot. Most azt tegye fel a kezét, aki az előbb nem tette fel, de csak az. Tegyétek csak, tegyétek fel. Itt a vigyorgó kisfiú a második sorban, ott a nevető kislány a harmadikban, és a mosolygó óvonén egy pillanat, Mozart Kugel, a Smarties lenni. De figyelem! Ti sem kaptok csokit! Na mi van? És ti szerettek már? Nem! Na megálljatok! Elfújom a házatokat! Bízom! Bízom, de ti semmeges itt a második sorban, a tiédet is elfújom! Hiába fújtok a fogalom is a szája mögé! Elfújom mindenkinek a házát! De előbb keresek valamit, amit fölfalhatok, mert olyan nagyon éhes vagyok. Farom vizet a kopászra! Hát te meg ki vagy? Én a kis malac vagyok. Melyik? A három? Nem, az egy. Na hát akkor tűnj el innen, mert ez egy másik mese. Bocsánat! A részfán fütyülős, jégen kucorgós, tépet írhás teringettét, kruncsulu brentjele, recsecse, rucsucsu, haj, de éhes vagyok! Hello, halló, itt az operenciás kívánság műsor. Ki a következő telefonáló? Dorottya vagyok. Dorottya, és melyik számot szeretnéd kérni, Dorottya? Beszélünk a farkastól. Oh, remek. Akkor forogjon az új videóklip, a három kis malasztól. A We are not afraid of the world, vagyis a nem félünk a farkastól című slágerét. Nem félünk a farkastól, farkastól, farkastól. Megfőzzük mi mástól, bizony ruhástól. Nem félünk a farkastól, farkastól, farkastól. Megfőzzük mi mástól, bizony ruhástól. Nem félünk a farkastól, farkastól, farkastól. Megfőzzük mi mástól, bizony ruhástól. Hogy anyja fogy sokáig, kis lábú igyoldogáig. Törje lesz, mint a nyárba levél, majd meg ez a farkas ne félj. Hogyha eszed pitát,
este fény. Kurta farkú, röfi vagyok, arcom vidámságtól ragyog. Futogózok, tornázok, jő az eső, nem fázok, jő az eső, nem fázok. Röfi komisztán, sportoltam, majd megyek a farkastól, már nem élünk a farkastól, legyőzünk mi házról. Lalalalalalala! Hé, malackák! Éneklés helyett inkább jobban tennétek, ha hajlékot keresnétek magatoknak. Az előbb itt járt Farkas Ferdinánd. Ha előbb érkeztek, szembe találtátok volna magatokat vele. Halljátok, kocsázzon kell innen, amit nem késő. Új, új, ennyi kis testvérem, az nem elkocsázni, hanem elkocogni. Igazad a röfinek, mi malacok, vagyis kocák, kocogni tudunk, de nem kocázni. Jaj, nem tudhatok mindent, majd megtanulom az iskolában. Pár nap múlva úgy is évnyitó lesz. Nem, kis testvérem, az nem bükkös bakos szamóca képző, hanem bükkös bakos alapiskola a Szamóca utcában. Érted, Nyofi, érted? A Szeder Plaza mellett. Ej, ne most ne ezen vitatkozzatok, hanem inkább építsetek házat magatoknak. Ne, van eszükbe, épp most, amikor készülünk az erdei foci bajnokság döntőjére. Hú, bizonyám, nagy összecsapás lesz az erdei állatok és mi malacok között. Ugyanakkor már arra is fel kell készülnünk, hogy nem sokára itt a tél, ezért házikót kell építenünk magunknak. Igen, de mindenek előtt a foci, ugye, Röfi? Mert például, ha mi nyerjük a bajnokságot, akkor mi kapjuk meg az erdei mohaserleget. Jó is lenne, abból csócsálnám minden este azt a fényom, isteni, gusztusos, moslékot. Hát, nekem mindegy, én szóltam előre. Kár! 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 Sziasztok! Szia! Izgultok már a holnapi meccs miatt? Egész nyáron edzettünk, hogy végül is bekerüljünk a döntőbe. Ugyanakkor már arra is fel kell készülnünk, hogy nem sokára itt a tél, ezért házikót kell építenünk magunknak. Képzeljétek, én leszek a bíró. Jó, de akkor tanulj meg holnapig szaladni. Majd igyekszem. Turbó csiga leszek. La 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 la. Ó, már megint felpörgettem magam. Minket vár a világ, bársony egeken ringa. Jaj, te cuki malacka, kítem a csülkit, meg is bököm. Figyelem, biztonság, jöveket bekapcsolni, zuhanó repülés indul. Ujj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 j
testvéreim, indulás a tópartra, mert lehet, hogy Rák Endre apó már elkészítette az új mezeket. Ő szabta ki, és ő is harta meg őket. Igen, de Csufi múltkor is szétrepettek. Kezd a csúfolódás! Százszor megmondtam már neked, hogy ez nem háj, ez zsírtiszta izom. Egyszerűen jó kondícióban vagyok. Nekem biztosan jól fog állni az új mez, Csiri leszek benne.
Nagyon örülök, hogy így megvagytok elégedve magatokkal. De most már tényleg indulás, gyerünk! Utánam! Nem félünk a farkastól, 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 megfőzzük mi ruhásról. Trallalalalalala! Azért holnap én is kint leszek a mérkőzésen, hiszen én leszek a szakkommentátor. És az erdei állatok kezdik a néhány pillanat múlva az évszázad nagy mérkőzését, a malacok és az erdei állatok összecsapását.
2 óra 17 perc Erdély idő szerint, amikor Sünihez kerül Labda. Majd utána Pufihoz. Pufi előre vág egy Nafinak, Lapát Laci leveszi, igen, most járunk a Malacok tér felének közepén. Hátra kerül megint a labda Pufi, ezek átpasszolnál Röfinek, de most már ott van Miki Laci Mókus, aki átlövi a labdát az oldalvonalon túlra. Lent vagyunk a Malacok tér felén, egészen az oldalvonalnál. Röfi Süni fejére dobja a labdát, Jézus, hát mi történt, a labda eldurrál! Hát gyerekek, mi ez? A bíró lesipolja és új labdát kér a pályára. Hölgyeim és uraim, valljuk be, azért hegyes tüskékkel igazából nem is volna szabad játszani. Na de lássuk, mi lesz tovább. Lapát Latinál van ebben a pillanatban a labda. Lapát Lati magas, 8 év körüli, állítólag az erdei állatok között igen jól vezet. Süninél van ebben a pillanatban a labda, aki átpasszolja Pufinak véletlenül. Igen, Pufi vissza Nyafinak, Nyafi most egy cselt csinál, majd lő és... GOL! Méteres növése a jobb felső sarokban zárt, kedves hölgyeim és uraim, 1-0 az állás a Malacok javára az első félidő 10. percében. Lássuk, mi lesz tovább. A középhátvéd előre tör, munkus Süni szöketi. Süninél a labda, most már az a Malacon Pufi, Pufinál, Pufi, Pufi áttör a védőkön. Jézusom, de esik! Ilyen nem fújta le a bíró, megpróbálják még visszapasszolni Röfinek, de nem sikerül. Most már ott van azonban Lapát Laki, aki dobbant egyet, ahogy a nyulak szoktak. Majd lő, és gól! Ereszte ezt a gólt, hogy egy hatalmas bombát eresztett meg, kedves hölgyeim és uraim. Hát micsoda rúgás volt, micsoda rúgás! És a mérkőzés megy tovább, de nem? Csiga Csabi ebben a pillanatban letújja az első félidőt. Hát hihetetlen mérkőzést láthatom, kedves hölgyeim és uraim. Egy-egy az állás az első félidő végén. Na de ki fog győzni? Ki fog győzni? Kié lesz az erdei kupa, Istenem? Mennyi megválaszolatlan kérdés, de hamarosan kiderül. Most egy kis szünet következik, és már is jövünk vissza. Mert az emlékeket nem lehet beárazni, mert a márkáink önmagukért beszélnek. Legújabb modellek halaknak, kígyóknak, csigáknak, nyakoknak, mert szeretjük a cipőket. Folytatódik a mérkőzés, immár a második félidővel. Eddig egy-egy az állás, Nyafi 16 méteres lövése a Malacoknak hozott szerencsés vezetést, majd a Lapát Laki Ádám bomba góljával egyenlített az erdei állatok javára. Igen, és elkezdődött a második félidő. Miki Laci Mókus elfut a labdával, lepasszolja Süninek, ezúttal óvatosan passzolt, nehogy megint eldurranjon a labda. Süni átjönni a labdát az oldalvonalon túlra, de Nyafi leszereli, jej, gyerekek, ebből szerintem szabadrúgás lesz, és így is van. Csiga Csabi szabadrúgást ítél a Malacok javára, mint egy 20-25 méterre a kaputól. Pufi előtte, Röfi beletette a sárkányos a labdát, Röfi beletette a sarkát a mellett lévő kapus mellett, és a belemozduló Miki Laci Mókus között berepült a labda a kapu jobb felső sarkába, hát hihetetlen. 2-1-re vezetnek a Malacok a Viktoriánus Júliusban felújított és felszentelt Erdei Stadionban. Megérdemelten vezetnek a Malacok, csodálatosan játszanak a fiúk és Nyafi. És lássuk, mi lesz tovább, az erdei állatoknál van a labda. Igen, Miki Laci Mókus tovább, Lapát Lakinak. Nem, aztán vissza Lapát Lakinak. Lapát Laki megpróbál lőni, de Nyafi kézzel ér a labdához! Jézus, mi történt? Nyafikál, hát mit csinálsz, Nyafikál? Hogy tudtál a győzelem kapujában kézzel érni a labdát? Hoppá, igen, valami történik, úgy látom. A százlábú jelentkezik játékra. Hölgyeim és uraim, ez egy nagyon indokolt húzás az erdei állatok részéről, hiszen mindenki tudja, hogy a százlábú az erdő büntető specialistája, és még sohasem hibázott. Ahogy tehát ígértem, csere következik. Sűsöci helyett a százlábú a pályán, aki fartos szemet néz a Malacokkal. Hölgyeim és uraim, idegtépő pillanatok ezen, hiszen mindenki tudja, hogy már csak pár perc van a találkozóból, és ezen múlik minden. A százlábú nekifut lövés, gól! Kettő és Csiga Csabi ebben a pillanatban le is fújja a mérkőzést. Hát hihetetlen! Az évad utolsó mérkőzése 2-2-es döntetlennel végződött, aminek én, Károgi Károly örülök a legjobban, hiszen pontosan ilyen tiketet adtam erre a mérkőzésre. Úgyhogy most egy vadi új, szupermenes pólót tudok magamnak vásárolni.
jár. Most már igazán nyugodt szívvel mondhatom, hogy jöhet az ősz és a tél, de tavasszal újra folytatni kell. Azt, hogy hova kerül a csodakupa, már csak áprilisban tudjuk meg. Igen, lassan megérkeznek a szurkolók is a pályára. Boldog játékosok és szurkolók a pályán! Menjetek haza! Menjetek haza! A sport szeretete az, kedves hölgyeim és uraim, ami összeköt minket. Szeretet van, nincs ellenségeskedés, és akkor nem leselkedik ránk veszély. Kedves hölgyeim és uraim, csodálatos 90 percet éltünk át itt együtt az Erdei Stadionban. Lassacskán elmennek a játékosok és a nézők is, elbúcsúznak a mezőktől egy kis időre. Hát, gyönyörű időszak volt ez a mai év. Búcsúzik önöktől innen a magasból Károgi Károly szakkommentátor. Viszontlátásra! Viszonthallásra! Sokára itt az ősz, az eső, a hideg, és utána a tél is beköszönt. Így hát Farkas Ferdinándról. Ő is beköszönt? Nem, jó. Ő nem köszönt be, hanem köszönt és nélkül érkezik, és egy télcipromot vesz a szádból. Ennyi, Pufi! Nem szabad a kis testvéredet ijesztetni. Ja, oda, akkor nem, amikor mindig olyan butaságokat kérdez. Hát persze, hiszen még kicsinkó. Légy vele türelmes. Jó, megpróbálom. Tehát ideje házikót építeni. Gyertek, elmegyünk az erdőszíri telepre, és hozunk téglát és építőanyagot, na gyerünk. Micsoda? Téglából építünk házat? De az olyan sokáig tart. Hát százszor megéhezem, mire felépül az a téglaház. Én azt mondom, hogy építsünk házat fából. Nem. Sem tégla, sem fa. Szalmából kell házat építeni, ahhoz nem kell sem mortel, sem kalapát, sem szem. Csak jól összetorifolizzuk a sok szalmát, kitörünk, kaprunk rajta egyet, és már is belefúrhatjuk magunkat, ha jó, meleg szalma kell. Ennyi, testvérei, mit malackodtok itt össze-vissza? Házikót téglából építünk, mert az a legtartósabb, és pontunk. Na, és szok sem lehet róla, egy kizárólag fából vagyok hajlandó házat építeni. Én nem csak egy szalmából. Téglából építünk házat, nem nyitok vitát. Ennyi! Mindféle testvérek vagytok, hogy nem tudtok megegyezni. Én szóltam előre, nekem mindegy. Kár! 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 Utoljára kérdezem, jöttök velem a telepre, vagy nem? Nem! Akkor maradjatok magatoknak! Én megyek! Tényleg? Nem baj, hadd menjen, azt hiszi, hogy ő a legokosabb. Csak azért, mert idősebb nálunk. Jó. Menjél, Röfi, megyek én is. Hát, ha találok valakit, akivel felépítettem a szép faházikómat. Senki vagyok. Hát akkor mégiscsak van itt valaki, mert a senki nem...
vagyok a Csiga Csabi. Fenn vagyok Petbookon, bejelölhetsz isminek. Szia, Csiga Csabi! Szia! Miért keseregsz? Azért, mert összevesztem a tesóimmal. Rövidkőből, Pufipából, én meg Szalmából akartam házat építeni télire, és most egyedül maradtam. Hát te miért nem hordjátok a házatokat a hátatokon, ahogy én? Nem, a malacok nem vihetik a házukat a hátukon, csak a csigák. Meg aztán vendéget sem tudnék hívni. A te házad is csak egy személyes, csak te férsz el benni nekem, meg van barátom. Lapát, Laki, Ádám, a Nyuszi, hogy tudnék vele játszani, egyszer nem kérnék be a házamban? Én nem egészen tudlak követni, de én mégis jól érzem magam egyedül. Megosztottak egy hivatkozást, hatalmas nyárbúcsúztató buli lesz a rózsaszín hernyóban. Mi lesz a program? Mesztelen csigasó! Öreg erdő közepében három állat játszik szépen fel, egymásról nagyon a háromféle papancsom. Jobb játszottunk, igaz, kaszor? Igaz! Sziasztok! Szia! Fia! Játszhatok én is? Hú, éppen most fejeztük be a játékot. Hol vannak a tesóid? Összevesztem velük, mert Röfikőből Pufi meg fából akart házat építeni télire, pedig Szalmából a legjobb. Én is mindig oda fúrom be magam. Én is ezt mondtam. Igazad van, unoka tesó? Mit van? Ti frankon uncsi tesók vagytok? Hát csak amolyan fajrokonság vagy mi, de az is lehet, hogy csak névrokonság. De figyú, de hogy ért be? Az a teljes nevem Sündisznó Sűsarolta. Én meg, ha megnövök, de jó nagyra álmom olyan 10 óra, akkor majd disznó leszek, majd kövér disznó! Ja, olyan kövér leszel, hogy a légy kétszer tankol, mire körbe repül. Jó, de amúgy a sündisznónak meg a disznónak semmi köze ám egymáshoz. Legfeljebb spanok lehetnek, de rakonizálnak nincsenek. Nincsenek! Igaz! De ez mind nem zárja ki, hogy együtt építsünk házat. Jaj, de jó, Satyival fogok Szalma házat építeni. Hallod, lappát, Lopja, de ezek bekattoltak. Jó. Te is tudod, hogy a téglaház a legtartósabb. Nem. Hát fából készül a legfrankóbb kezdőjó. Dehogy is, téglából. Na, mi egyetértünk. Ők meg csak hadd fejtegessék, hogy miből készül az igazi ház. Gyere, gyűjtsük, gúrjunk szénát. Te jó, menjünk. Ti meg csak gondolkozzatok! Így álljon benneteket! Na, menjünk! Azt mondtak, hogy nem tudod, 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 hogy nem tudod. Te! Ezek elmentek! Jaj! De hát kevesek ezek, mint zsákbabackában a dorombolás! Figyú, szerintem a szalmaház akkor is rossz jött le! Jaj! Igazad van! Kevés a szalmaház, mint... erdőtűzhöz a vízipisztoly. Na jó, figyelj, én akkor is Röfivel értek egyet. A téglaház a legtartósabb és a legbiztonságosabb. Na megyek, szevasz! Csá, csődít a csokoládés palacsinta, a legpáros lesó! Na jó, menjél csak! Te is menjél, kicsi süni! Hát hagyjatok itt nyugodtan, hát nem félek én semmitől! Mi vagyok én? Egy gyáva nyúl! Nyúl! Nem, figyú, hallottátok ezt? Azt mondtam, nyúl, érted? Nyúl! Gyáva nyúl! Figyú, van jobb is! Figyú, ezt hallgassátok! Még beatboxolni is fogok hozzá! Na figyú! Én vagyok itt egy nyúl. Mi? Ne merészelj hozzám, nyúl. Mi? Ne olyan taps, hogy kifogsz, nyúl. Mi? Tapsot kérek! Jó, elég lesz. Egyedül maradtam.
Gyerekek, gyerekek, léci, szóljatok, hogyha van itt valaki a közelben, jó? Jaj, köszönöm. Micsoda, farkas, kurul! Jól van, mert egy darabig azt hittem, hogy tényleg komolyan gondoljátok, hát tudom, hogy mit hittetek. Megint majdnem bevettem, de ennyire farkasatok. Jaj, jó, farkas, hol vagy, farkas, hol csinálj, kicsit, jaj, 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 a rizsztás. Igen, kucsorú, tíves kirhát, de ugye Gyere, lefejellek, mint kis hableány a kurázzátoj! Hol van? Itt vagyok! Na gyere, lenyomlak, mint süsű a cölöpön! Kiütöttelek, mint Ovist az erjedt almalé! Egy év 6 hónapos futamidőnél akár 10,42%-os hozam. Megtakarításhoz kötött lakáskölcsön, évi fix 8,5%-os kamattal. Árfolyam kockázat nélkül, kamatadómentes befektetési forma, garantált hozam és kamat a teljes futamidőre. Velünk nem szállnak el lakástervek. Garantáljuk. Pigmenta. Anyag, amelyből építhet. Igen, kucorgós képet, írás, terítették, kröncsülöm, rendszere, recsecser, úcsúcsú, de éhes vagyok! Épül már a szalmaház, bálaház, színaház, ronda farkas, jól vigyáz, nem bőr rá, a brász, simi, nyomi, építkeznek, hideg télben, isznak, Pirozsol a kandalló, lehull majd. Nekem téna, neked szalma, mirágos kert lesz az alja. Tórum-fórum röpögünk, ha jön a farkas, röhögünk. Megvéd minket szalmaházunk, jöhet eső, mégse bázunk. Süni, nyafi, még énekek, ha gyerünk jóhajt szüleket. Épül már a defkaház, tuskóház, kőegyház, ronda farkas, jól vigyáz, nem tör rá kobrász. Nyuci, pupi, építkeznek hideg télben, ittnak ácsák, duruzsol a kandalló, hogyha lehull majd a hó. Nálam fenyő, nálam nyárfa, sok teszta kell, és gerenda, tórunk-fórunk röfölünk, ha jön a farkas, röfölünk. Megvéd minket kis faházunk, jöhet eső, meg sem állunk. Nyufi, pufi, vigélekek, haj a rigó vétvidege. Épül már a nagy kőház, téglaház, erős ház, ronda farkas, jól vigyáz, nem tör ránk a frász. Fókus röpi, építkeznek hideg télben, tiszta kesznek. Duruzsol a kandalló, hogyha lehull majd a hó. Nálam malter, nálam tégla, sok szerszám kell, és talicska. Tórunk-fórunk, röpögünk, ha jön a farkas, röpögünk. Megvéd minket téglaházunk, jöhet eső, meg sem ázunk. Fókus röpi, vígéreket, hagy a rigó vécineket. Épül itt az almaházot meg, a ház és téglaház, őhez karkas nagyon vigyáz, de nem tör rám a csár. Kis állatkán boldogat érnek, tél van még itt őzsölnek. Farkaskom a fázik, de nem kis, nem ütvés a kép remek. Náluk szalva, fa és tégla, erős vagyok, de nem boldog. Sziasztok! 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 Sziasztok!
kucorgós, tépet írhás teringettél, kröncsolom rengyele recsecserúcsúcsú. Van oda benn valaki? Nincs senki, ős a ház, nem vagyok itthon én se, meg sűri sem. Nem jártok túl az eszemen, a senki nem mondhatja azt, hogy nincs senki, csak a valaki mondhatja azt, hogy nincs senki. Igen, igen, amíg szépen mondjuk, mert különben nagyon forró járhat. De Sanci, hogy fog forró járni? Azt még nem tudom. Ne okvetetlenkedjetek, ostoba jóságok! Engedjetek be a házba! Majd, ha fagy! Öj, de még csak augusztus van. Hát, ami néhel hallom. Így jártál, hadd el az irádat! Kröncsolom, rendkeve, retyetyerú, csúcsú, szemtelenkedtek velem! Elfújjam a házatokat, és utána egyszerre fallak fel mindkettőtöket. Ti nyomj, mi van, ha tényleg elfújja a házat? De el tudom. Nem tudod. De el tudom. Nem tudod. De el tudom. Nem tudod. De el tudom. De el tudom. Rendben. Rendben. Ha? 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 Vidám a nél két kis állat, felépítettük a lábat, boldogság ér szeretet, tolnak a verebek. Ki hallottad, valaki kapott? Biztos csak a szemed pufikám az éjségtől. Nem. Határozottan hallottam, hogy törömböltek az ajtónkon. Ajaj, lehet, hogy a farkas az? Emegyetek be, lapát, Laki! Fúzi, emegy be minket! Aha, ráismertem! Ez a farkas csak elváltoztatta a hangját. Tényleg! Figyú! Én már első pillanattól kezdve tudtam, hogy a farkas az! Csak elváltoztatta a hangját! Nem engedünk be! Úgy is tudjuk, hogy te vagy a farkas! Igen, csak elváltoztattad a hangodat! De Nyafi! Ezek nem hisznek nekünk! Most mit tegyünk? Mi vagyunk azok? Begy szóra! Jaj, ugyan már ezt bárki mondhatja! Ha tényleg te vagy az! Az teljesen mindegy, két hangon is beszélhetsz hozzánk, látunk mi már bábszínházat. Nagyon jó. Ha tényleg te vagy az, akkor el tudod röpögni nekünk azt a kiszámolót, amit a kocamama tanított kiskorunkba. No, röpögtél, de gyorsan, Nyafikám! A rizka füdik, minden kucorgós! Népet írhál, kedvegyezik! Most nem vagytok, végetek van! Most a nincfát ügyű! Négyen kucsongós, népet írhál, kedvegyezik! Krunc-csulubrendjele-recse-gyerú-csú-csú! Engedjetek le, mert ha sokáig malackodtok oda meg, elfújom a házatokat. Nem engedünk! Nem félünk a farkastól, 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 nem félünk vírusástól, vírusástól. És az úgyhogy nem kellene egyetlen úgyhogy, ha én de éhes vagyok, nyissátok ki az ajtót! Nem félünk a farkastól, nem félünk a farkastól,
Megfagytok! Trombitás. Állítólag
hatalmas orra van, és még nagyobb lapátfülei. Nem érdekel! Én malacot akarok, még pedig sütve! Na jó, hát én csak úgy javasoltam. Tudom már, hogy járok túl az eszükön. Aranyos, kedves, bájos, ma született báránybabának költözöm, és nem ki, hanem becsapom őket. Itt is van valahol a tökéletes áruha. Nézzük csak, ezt becsatoljuk, ezt begomboljuk, egy szoknya, egy nadrág, alul semmi. Így, na, ugye szép vagyok? Na, hát hogy mondhatok ilyet? Csábító, csíni, szeretni valóan bégető Bari Bébi! Hallottok engem? Eljött hozzátok vendégségbe Bárány Jászmin! Halljátok, kis püspök falatkáim! Nyissátok már ki azt a bombabiztos fújásálló ajtótokat, különben disznómód eldöngetlek benneteket! Halljátok! Halljátok, kis tocititáim! Bebe! Engedjetek be! Ugye értitek, aranyoskáim? Gyere az alakításod, Ferdinánd! Hát így senki sem viszi el neked, hogy te nem a farkas vagy, kár! Jaj! Pokolva ezzel a göncsel! Csak tudnám, hogy kapom el ezt a három jó madarat! Megvan! A jó madarakat fogom elkapni! Első jó madarat! Második! És a harmadik jó madarat! Lebombázom a házukat! És itt van még hozzá a titkos fegyver! Itt lapul valahol! Nincs más dolgom, mint betáradni az első madarat! Na most meg tudjátok, püspök falakáim! Milyen igazi, romos házban élni! Hát ez nem baráj! Nem baj, még mindig marad két madara! Nem akarok állatkedbe menni, ne engedjetek ki! De miért már?
akarunk paneulirát? Micsoda? Biztosítva lesz? Na jó, nem bánom, akkor égetek! De miután elvittétek a farkast, gyertek a rózsaszín Hermióba. Óriási a buli. A csiga még a házát is bedobta, annyira táncol. A zászlábú sem táncolnál a jobban. Ha időben érkeztek, még láthatjátok és hallhatjátok Orvilla Muttit. Nem kár! Orvilla Mutti a kedvencem! Meg van az összes albuma! Egyenesen imádom! Kedves tölgyeim és nyulaim, valamint további erdei állatok. Nagy megtiszteltetésért minket, hogy körünkben üdvözölhetjük a híres afrikai trombitást, Orvilla Mutti! További információt a csiga.kukac.piggyworld.com per Orvilla weboldalon kaphattok, akinek tetszik, lájkolja. De mielőtt felgördülne a függöny, engedjétek meg, hogy köszöntsem hazai sztárunkat, Károgyi Károlyt, a gyöngyhangú Techfogert! Arriba, puede cantemos y bailemos, Orvilla Mutti.